elfeledt voltunk, tisztelt nagykövet úr, a népeink, az országaink, a vitézeink, katonáink, de ezen túl vagyunk, és én most a szövetségét kérném újra egy kérdésben, méghozzá abban a kérdésben, hogy a török állam és a magyar állam együttműködve a jövőben is tegyen meg mindent azért, hogy közös műemlékeinket együttes erővel fel tudjuk újítani, hogy azokat minél többen láthassák, akik a világból ide jönnek Egerbe, az Egri várba, Eger környékére. Tisztelt vendégek! Tavalyi évben, amikor közösen vettünk részt a végvári igazságok megnyitásán, akkor még nem mondhattuk el azt, hogy az Egri vár az nemzeti emlékhely. Mára elmondhatjuk, hiszen a Magyar Országgyűlés az meghozott tavalyi évnek a végén egy döntést, amelyik nemzeti emlékhelyé nyilvánította az Egri várat. Én szeretném megköszönni a Magyar Országgyűlés minden tagjának, kormánypártiaknak és ellenzékieknek egyaránt, akik támogatták ezt a fontos döntést. Az Egri vár nemzeti emlékhely lehetett hivatalosan is, hiszen tudjuk, hogy szívünkben és lelkünkben az elmúlt időkben is természetesen az volt. Így olyan emlékhelyek közé kerültünk hivatalosan is, mint a Hősök tere, a Nemzeti Múzeum, vagy az Ópuszteszeri Nemzeti Emlékpark. 2017. december 31-éig sor kerül az Egri várban a gótikus palota felújítására, a középkori főtér és a provizori palota rekonstrukciójára, a középkori székesegyház homlokzati felújítására. Dobókapitány nem csak az emberei tekintette meg, hanem bizony az ellenfelet is.